The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Jó napot, kellemes szórakozást kívánok, sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Erősi Sportbarátokat. A Hajdú-Bihar megyei labdarúgó bajnokság első osztályának 6. játéknapját rendezik ezen a hétvégén, és ahogy az látható, itt a háttérben már melegítenek a játékosok. A listavezető Evesi KKS-e csapata hosszú pályi vendégeként fog szerepelni a mai mérkőzésen. Nem lesz könnyű találkozó, hiszen a hosszú pályi csapata is jól kezdte tulajdonképpen a bajnokságot, nem talált még legyőzőre az eddig eltelt 5 fordulóban, 2 győzelem és 3 döntetlennel állnak, de legalább ilyen jó a Szabó László által irányított evesi csapat mérlege, hiszen bár a múlt héten csak döntetlenre futotta az erejükből a hajdúnánás vendégeként, de az előtte lévő találkozókat sorra nyerték, és nyilván ebben a hiszemben lépnek pályára a mai mérkőzésen is, úgyhogy maradjanak velünk, pillanatokon belül kezdődik a mérkőzés a hosszú pályi és az ebes csapatai között. Just once more before you go, a 1, 2, 3. Ole, 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 ole. We are the champions, we are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions, we are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions, we are the champions. Megérkeztek a főszereplők, a csapatok, a hosszú pályi szurkolók síppal, dobbal, nádi hegedűvel felfegyverkezve, felszerelkezve buzdítják csapatukat. A kék mezben játszó házigazdákat, világos kék felső, kék nadrág és kék sportszár. A hosszú pályi színösszeállítása, azt hiszem, hogy az ebesiek színösszetételét pedig már nem is kell bemutatni azoknak, akik kitartó lelkes hívei az ebesi KKS együttesének. Piros-fehér felső, piros nadrág és a piros fehér csíkozású sportszár. A múlt héten is ebben játszottak a játékosaink, amikor a hajdúnánási Góliát Bútor futballklub otthonában egy 1-1-es döntetlent, egy 1 pontos értékes 1 pontot hoztak el, annak ellenére, hogy voltak azok olyan játékosok, sőt maga Szabó László edző is, aki kicsit elégedetlen volt ezzel az eredménnyel, de azt hiszem, hogy nem szabad elégedetlennek lenni, hiszen a hajdúnánás otthonában, Oroszlán barlangjában igen keveseknek fog babér teremni. Az más kérdés, hogy a nánásiak már is botlottak ezen a héten, tegnapi napon 2-0-ra kaptak ki, igaz idegenben a Józsa otthonában. Egyébként a józsai csapatra is érdemes lesz odafigyelni, hiszen a idény egyik meglepetés csapatának számítanak, csak úgy, mint a hosszú pályi. Bár ugye a hosszú pályiról évek óta, hosszú-hosszú évek óta lehet tudni, hogy egy masszív csapat, főként hazai pályán, úgyhogy nem lesz egy sétagalop ez a mai mérkőzés sem, hiszen Sejem Nándor tanítványai, a hosszú pályi futballisták
Az eddig eltelt 5 fordulóban 3 döntetlent és 2 győzelmet arattak, tehát még nem sikerült egyik csapatnak sem kétvárra fektetni a kékmezeseket, úgyhogy ezért az evesieknek is természetesen majd meg kell szenvedniük. Ezt ki kell érdemelni. Minden esetre jól kezdtük a mérkőzés, jó a hangolás, hiszen a ebesi fiatalok, az ifjúsági csapat győzött, mégpedig lent 5-1-re, hogy ugyanolyan jó meccset mutattak be Bakk Attila tanítványai, mint a múlt héten a Hajdúnánás ellen, amikor is ott is diadalmaskodtak, akkor 4-1-re, most még egy gólt rátettek, 5-1, hát hogyha ekkora hatalmas győzelemben nem is reménykedhetünk, de a felnőttektől is egyértelműen a győzelem az, ami elvárható, hiszen a listavezető Ebesi csapat a 6. helyen álló Hosszúpályi otthonába látogatott a mai napon, de mondom, a Hosszúpályit ez a 6. hely inkább csak a döntetlenek miatt hozta egy kicsit hátrébb a tabellán, eddig ugyanúgy veretlennek számítanak, mint ahogy Szabó László tanítványai, az Ebesi KKS-e. A mi csapatunkban van némi változás a múlt heti nánási összeállításhoz képest, nem elsősorban a védelemben, hiszen ott úgy látom, hogy a Barabás, Szabó Gábor, Szabó Gergely, Tengely szinte megbonthatatlan, bár Varga ezúttal nincs a kezdőcsapatban, a helyén Bernát Gergő játszik, illetve még bekerült a 2 fiatal, Nagy Milán és Borús Tibor a csapatunkba a múlt hetihez képest, de hát majd erre lesz idő visszatérni, mert már most is itt Nagy Milán húzza meg a jobb oldalon, és beadásszerű lövése elszáll a kapu fölött. A Hosszúpályi együttesében egyetlen egy ponton változtatott Sejem Nándor a múlt heti Buse elleni győztes csapathoz képest, nem Lakatos József játszik, hanem 10-es számmal Lakatos Norbert került a kezdőcsapatba. Egyébként a győztes csapaton ne változtas elvet alkalmazta Sejem Nándor. Ráadásul azt hiszem, hogy történelmi jelentőségű a győzelem, hiszen Beretyó Újfalu otthonából nem tudom, hogy hányszor hoztak el a Hosszúpályiak győzelmet, győzelmi skalpot, de ez megtörtént a múlt héten. 2-1-re diadalmaskodtak, mégpedig len Nagy Attila és Cibere góljaival a kékmezesek. Nálunk Nagy Zsolt ficánkolt nánáson elsősorban az első fél időben, ezt lehet most is tőle elvárni, de mondom, nagyon-nagyon nehéz meccsre van kilátás, hogyha ezt nézzük. Mert hogy a Hosszúpályi együttese nem adja olcsón a bőrét egyik csapatnak sem, és ezt bizonyította az eddig eltelt 5 fordulóban is természetesen. Na nézzük akkor a házigazdák összeállítását. Fehér Gábor a kapus, csak úgy, mint az eddigi mérkőzéseken általában. 19-essel Erdei Zoltán, 16-ossal Sándor Tibor játszik, 5-össel Patka József, 8-ossal Forog Ferenc, 2-essel Nagy Sándor, 11-essel Cibere Balázs, 23-as számmal Horváth Gergő, 7-es mezben Olajos Gergő István, 20-assal a veterán csatár Nagy Attila, illetve Lakatos Norbert, akit már említettem, 10-essel, tehát így alakul Sejem Nándor kezdő csapata a Hosszúpályi ese alakulata az ebesieknél. Továbbra is Tömöri Gergő védi a kaput, hiszen Szalánci Zoltánnak az eltiltása még tart. Bernát Gergő került a csapatba, Szabó Gergely, és akiket már eddig is emlegettem, de közben egy helyzet az ebesiek részéről, még mindig nem múlt el a veszély, hiszen Nagy Milán jól tette hátra, és jön a beadás is, egy fejes a végére, ha jól láttam, akkor Borús Tibor fejelte rá. Szóval nálunk Bernát Gergő, Szabó Gergő, Barabás Zoltán és Szabó Gábor, ez a hátsó alakzat, Nagy Milán, Borús Tibor, Nagy Zsolt, Nagy Imre, és hát Domokos Imre, Nagy Dávid, ez a csatársor, ha lehet ilyet mondani. Kirúgáshoz készülődnek a házigazdák, Fehér Gábor révén, egy rutinos hálóőr, 31 esztendős, és hát nagyon sok csapatban megfordult már, játszott Szajorban, Létán, játszott a Nyírlugos együttesében, sőt még Hajdúszoboszlón is, úgyhogy elég sok csapatban tiszteletét tette már az elmúlt 10-12 esztendőben, amióta a játékos pályafutása tart, és mindjárt egy Hosszúpályi kísérlet, és egy nagyon jó lövés. Ha jól láttam, akkor Nagy Attila volt az, aki kiugrott, és ezekre figyelni kell, ezekre a kontrákra, hiszen
ezek az ellenakciók nagyon veszélyesek lehetnek a későbbiekben is. Szabó Gábor, akit előre teszi Nagy Imréhez, Nagy Imre fordul le, az ő csupaszív játékára szükség van ott a középpályán, nem elsősorban csak Nagy Zsolt villanásaira kell várni, hiszen például a hazai mérkőzésen a Buse ellen sokkal élénkebb, aktívabb játékot nyújtott ott középütt Nagy Imre, mint mondjuk a Nánás ellen, és a csapatkapitány Szabó Gábor az, aki tisztáz. Borús Tibor teszi vissza a játékszert, és átkerül a túlsó oldalra Szabó Gergelyhez. A tegnapi napon már játszottak le három mérkőzést a megyei első osztályban, úgy, mint a már említett Józsa Hajdúnánás összecsapást, az 2-0 arányú józsai sikert hozott, azt hiszem, hogy nagy meglepetésre, illetve a Kaba kapott ki hazai pályán, miközben Domokos Imre betör, és ez egy nagy helyzet, telibe lőtte a kapus. Hatalmasat védett Fehér Gábor, aki maga sem érti, hogy hogy juthatott el Domokos Imre a lövésig, hiszen 3-4 ember között is át kellett szlalomoznia, és mindjárt itt a meccs elején gólt szerezhetett volna, ha egy kicsit jobban céloz. Jöhet az első szöglet az 5. percben a mérkőzésen. Míg pedig lenonnan a túlsó oldalról jár a szöglet rugás, és ahogy az lenni szokott a pontrugásoknál, ezúttal is Nagy Zsolt az, aki átbaktat a túlsó oldalra, és ő fogja belőni oda középre. Hát a középre helyett egy oldalhálót sikerült telibe trafálnia. Fehér Gábor pedig elmondhatja, hogy megvan az első nagy védése, ami ebben a szempontból nem olyan jó hír, mert hogyha egy kapus az első megmozdulásoknál már mindjárt egy nagy bravúrt mutat be, akkor az akár meghozhatja az önbizalmát a későbbiekre. Ráadásul Fehér Gábor, mondom, egy nagyon jó kapus, rutinos kapus. Nagy Zsoltig jut el, de Nagy Zsolt mellett tovább tudják hozni. Az utolsó pillanatban csapatba került 10-essel futballozó Lakatos Norbert tette tovább, és aki harcolott érte, az Olajos Gergő, de szerencsére nagyon szépen hozta ki a mi egyik Gergőnk, ha jól látom, akkor az Szabó Gergő volt. Borús próbált magasra ugrani, Nagy Zsolt, Borús Tibor előtt üres a terület, nagyon szépen el is indul, sőt be is törhet a büntetőterületen belülre, egy nagy luftot középütt, nem jutott el Domokos Imréig, viszont van még lehetőség ezt a labdát begyűjteni. Bernát Gergő az, aki följebb lépett, ott a hosszúpályi 16-osán belül próbáltak passzolgatni a mieink, és megint van egy lövőhelyzet, Nagy Imre durrantotta el végül. No, hát reméljük, hogy ebből több lesz még a későbbiekben, hogy Fehér Gábornak kell állítgatni a labdát itt az 5 és feles környékén, hiszen ahhoz képest, hogy még csak 7 perce tart a mérkőzés, azért már volt 1-2 lehetőségünk, sőt egy igazi helyzet is, amit Domokos Imre puskázott el. Hozzáteszem, hogy azzal együtt, hogy kihagyta, nagy érdemei voltak, hiszen magának csinálta meg azzal a 3-4 remek csellel, amivel ott betört. A hosszúpályi csapata két döntetlennel kezdte a bajnokságot, a Hajdúdorog otthonában egy 3-3-as döntetlen, ami tulajdonképpen sikerként könyvelhető el, hiszen az utolsó 10 percben egyenlítettek, sőt, hát tulajdonképpen 3-0-ás dorogi vezetésről álltak föl, 3-3-ra alakítván azt a mérkőzést, aztán a hazai pályán a Polgárral elért, tehát 2-2-es döntetlen már egyáltalán nem ilyen siker, hanem számukra éppen, hogy kudarc, hiszen azért a Polgár csapata ellen nyilván győzelemben reménykedtek. A harmadik fordulóban idegenből hozták el a 3 bajnoki pontot fölpörögvén, és 3-1-re győztek, majd megint egy döntetlen hazai pályán a Deac csapatával, és a múlt héten úgy látszik, hogy ezek a hazai pontvesztések mindig egy kicsit fölpiszkálják a hosszúpályi játékosokat, és egy nagyon-nagyon értékes győzelem a Buse ellen, egyébként a Berettyóújfalu csapatát meglepetésre ott az alsó régióba a sereghajtók mezőnyében kell keresni,
öt forduló után. Azt hiszem, hogy a patinás Buse együttesével ilyen nagyon régen történt meg, hogy a megyei első osztályban nem az első ötben vannak, hanem a hátsó régióban. Szabó Gábor megint a remekül szerzett labdát erőszakosan, keményen, de ő a Nánás ellen is ragyogó formában játszott, tehát lehet mondani, hogy a csapat egyik leghasznosabb tagja volt. És nagyon jól irányítja ott a védelmet, úgyhogy nincsen gond ilyen szempontból, bár a Nánásiak a múlt héten néhány kontrával azért meg-meghúzogatták az oroszlán bajszát, meg-megtréfálták a Barabás és Szabó Gábor által irányított ebesi védelmet. Nagy Imre fordul, Domokos most sokkal aktívabb, mint egy hete, megpróbál visszajönni labdáért, megpróbálja mutatni magát, és hát neki is szüksége van már a gólra, hiszen nagyon jól kezdte a bajnokságot, nem kevesebb, mint 7 gólt lőtt, ha jól emlékszem, az első fordulókban. Igen, de az utolsó két bajnokin nem sikerült folytatni ezt a góltermelést, hiszen a Nánás ellen is azt az egyszem gólunkat ugye Nagy Zsolt szerezte, és a hazai pályán megnyert Buse elleni meccsen is, ha jól emlékszem, akkor Szabó Gergely lőtte a második gólt. Az első gólt az most hirtelen nem jut eszembe, de majd kikeresem a papírjaim között. Most inkább nézzük, hogy hogy tudunk labdát szerezni ott a jobb oldalon. Nagy Milán, ellökni sem tudják, tehetséges fiatal középpályást. Nagy Zsolt, aki tehetségesnek tehetséges fiatalnak már annyira nem nevezhető, inkább rutinosnak, miközben Tömöri ugrott ki remekül a kapujából. A múlt heti Hajdúnánás elleni meccs után az edzői nyilatkozatoknál Kondora József, a hajdúnánásiak mestere, dicsérte Tömöri Gergőt, és azt mondta, hogy nem tudja, hogy milyen az első számú kapus ebesen, ha ilyen a második számú kapus, mármint Tömöri. Nem tudom, hogy mennyire van képbe, de hát Szalánci Zoltán is jó kapus, meg Tömöri Gergő is jó kapus, úgyhogy Kondora Józsefet meg lehet nyugtatni ilyen szempontból, bár őt már csak egyszer érinti majd ez a ebesi kapus téma, majd tavasszal, amikor a Nánás jön ebesre. Közben ott középütt az a játékos, aki hozza a labdát, Patka József, és 2-3 jó csel után remekül lövi be középre, ez viszont óriási zicser, utolérik-e az ebesi védők a kiugró hosszú pályi játékost. Egy nagy lövés, Tömörinek kellett bizony-bizony beletennie a kezét. Nagyszerű lövés volt, Patka indult el, Olajos Gergő volt az, aki lekínálta, és ha jól láttam, akkor a 11-es számmal futballozó Cibere Balázs durrantotta rá, úgyhogy most megint a hosszú pályi csapatának volt egy-két ígéretes megmozdulása, és hogyha tulajdonképpen ezt is a helyzetek közé soroljuk, akkor elmondhatjuk, hogy 10 percnyi játék után volt itt is helyzet, ott is helyzet, úgyhogy bizony-bizony azt, amit a beharangozóban mondtam, hogy egy nagyon kemény, nagyon kiélezett meccsre van kilátás, az alátámasztja ez a helyzet is, ami az ittszereket illeti. Nem bedobás lesz, hanem kirúgás, ezt ítélte a játékvezető, Puskás Zoltán, akiket elfeledtem bemutatni itt a meccs elején, tehát Puskás Zoltán a sípmestere a mérkőzésnek, a két asszisztens pedig Kövér Tamás és Szegvári Zoltán sporttársak, akik nagyon rutinos játékvezetőnek számítanak megyei berkekben, Puskás Zoltán is, és készségesen álltak rendelkezésünkre. Ez meg lesz, hiába próbál megiramodni hetessel Olajos Gergő. Nagyon figyelni kell rájuk, hiszen nagyon mozgékony, gyors játékosokról van szó, fiatal emberekről, Olajos Gergő 21 esztendős, Cibere Balázs 22, és hát ott van közöttük a rutinos 36 esztendős, minden hájjal megkent Vén Róka, Nagy Attila, akit ismerhetnek a szurkolók más pályákról is, mi személy szerint a kabai pályáról ismerjük, hiszen Kabán is futballozott, de megfordult Konyáron, Nyíradonyban, Nagyhegyesen, és hát ilyen érintőkkel keveredett a hosszú pályi csapatához, ahol tulajdonképpen ő a
az öreg rutin, hogyha lehet ilyet mondani. Egy játékos Rannó, meg Fehér Gábor a kapuban, a többiek mind 20 éves fiatal emberek, olyanok, akik szeretnének bizonyítani, vagy már bizonyítottak a hosszú pályi együttesével. Megint megvan a labda, de egy kicsit csapongó a játék, hiszen nem tudja megvigasztalni, megnyugtatni a labdán senki, talán majd Nagy Zsolt, előle pedig az utolsó pillanatban rúgta ki Lakatos Norbert. Nem csatára, hogy azt az elején mondtam, hanem inkább középpályás poszton számít rá Sejem Nándor. Sikerül megcsúsztatnia Nagy Dávidnak. Egyébként a múlt heti kezdőből tulajdonképpen, ahogy említettem, Varga László került ki, a mi oldalunkon Kanál Roland, illetve Domokos Roland, akiket nem látok a kezdőben, de egyébként ott vannak a kispadon. Kanál Roland is, Domokos Roland is, Gömze Antal is, Mészáros Tamás, Matolcsi Sándor és a két Lejter, Lejter Krisztián és Lejter Bálint. Nagy Zsolt gyönyörű csellel, egy esernyő csellel indul el, de aztán ezt szívére vette az ötössel játszó Patka, aki fölborította, közben Puskás játékvezető pedig megpróbálja megnyugtatni a kedélyeket, Erdei Zoltánt fedte meg szóban, vagy figyelmeztette szóban, egyébként a hosszúpályi védelemből tulajdonképpen mindenki sárgalapos, Erdei, Sándor, Patka, Horog, mindenki, sőt Horog és Sándor, valamint Cibere már két sárgalapot gyűjtött be az eddigi fordulókban, tehát azért nekik meg hatványozottabban kell figyelni, főleg az ilyen reklamálásra, hiszen a játékvezető elég előszeretettel kapják elő a sárgalapot, hogyha őket valamiféle szóbeli kritika éri. No, hát Nagy Zsolt megint topog, úgy, mint Nánáson, ez kicsit távolabb van. Sorfalat lőtte telibe, de nem lennék most Cibere Balázs helyében, hiszen rajta pattant, és a hosszú pályák megint megpróbálják szépen földön fölépítve, aztán egy hosszú keresztlabda, van rá érkező ember, a 7-es számmal futballozó Olajos, de kivágták a labdát, majdnem oda a műútig. Érdekesség, hogy a meccs előtt még a tehenek a pálya közelső részén legelésztek, most már elmentek oda a erdős fás ligetes területre. Hoppá, ez meg egy olyan lövés volt, ami bizony tömörít meglette. Annyira nem, hogy gól lett belőle, de kellemetlen kis löket volt ez. Annyi szent. Mondom, kellemetlen ellenfél, a hosszú pályi alakulata. Egyáltalán nem lefutott ez a találkozó. Az ilyen mérkőzésekre mondják, hogy igazi háromesélyes mérkőzés. Kettes számmal Nagy Sándor dobja be, mit dobja, hajítja, sőt van megjátszható ember, valakinek ki kellene már rúgni, tömöri. Megint volt egy kis tűzi játék a hosszú pályi oldalán, és a előre sertepertélő egyik védő lőtte rá, talán, ha jól láttam, de nem vagyok benne biztos, Horváth Gergő volt az. Akkor, amikor föl tudnak építeni egy-egy támadást, akkor mindig veszélyes a befejezés. Azzal együtt, hogy mintha egy kicsit többet pattogna egyébként a labda itt a hosszú pályi tér felén, de ezek a kontrák nagyon veszélyesek. Most megint Nagy Attila az, aki fölborította az egyik emberünket. Ez nem tetszik neki, úgyhogy megbeszélik Puskás játékvezetővel. Nem tudom, hogy ez mennyire verte ki a biztosítékot a helyi szurkolóknál, úgy félfüllel úgy azt hallom, hogy igen. Nagy Imre, nem nagyon lehet ott pilinszkálni, hiszen most is oda csapott egyből Cibere. Elindulnak a mieink, Bernát tört előre, viszont a labdavesztések nagyon súlyosak lehetnek, nagyon veszélyesek lehetnek, mert két-három gyors passzal fölfejlődnek támadásba a házigazdák, a hosszú pálya. Nagy Dávid nem tud lefordulni, az előnyszabályt megítélte a játékvezető, de nem, mi nem tudtunk vele élni, tehát vissza is lehetett volna akár fújni. A jobb oldalon pedig Olajos Gergő szaporázza, és
nem csak szaporázza, hanem középre is adja. Az az egyetlen nagy szerencsénk, hogy nem csak a mi védőinknél volt gyorsabb Lajos, hanem saját játékos társainál is. Senki nem tudta kísérni az akciót. Nagy Imre lépi át a felező vonalot, vonalat, és föl is tud egy kicsit gyorsítani. Nagy Zsolt visszakerül Nagy Imréhez. Tovább löbbölte, ott maradt a lába az egyik hosszúpályi játékosnak, Erdeinek, úgyhogy jár a szabadrugás jó 24-25 méterről, Fehér kapujától, és hát Nagy Zsolt az előbb legalább 6-8 méterrel távolabbról kísérelhette meg ellőni, abban nem is volt veszély, ez a sorfalon halt el, ez viszont már igazi lövőszög, főleg Nagy Zsolt rúgó technikáját ismervén. 22-es számú játékosunk, Nagy Zsolt már is méregeti a távolságot. Körülbelül ilyesmi távolságról, talán egy kicsit közelebbről lőtt szabadrugás volt a múlt héten a Hajdúnánás ellen, ami akkor nekünk tulajdonképpen az egy pontot érte. Megint ő lövi el, megint a sorfalba. Hát ezúttal már egy kicsit jobb volt, mert nem a hátát találta telibe az egyik hosszúpályi játékosnak, hanem a feje búbját. Talán harmadikra majd Nagy Zsoltnak is több esélye, illetve több reménye is sikere lesz a szabadrugásnál. Amúgy is azt mondják, hogy három a magyar igazság. Puskás játékvezetőnek egyre többször kell erélyesen csípjába fújnia. Ezúttal az ebesiek szabálytalankodtak, és elhal az a labda végül Tömöri Gergő lében. A 20. percben járunk az első játék részben, ha minden igaz, és gólt még nem láttunk, de nem unatkozik a publikum. Lehetnek úgy 250-300-an is akár. És hát nagyon sok hazai szurkoló van, de Ebesről is jó néhányan elkísérték a csapatot. Úgy, ahogy az Hajdúnáláson is látható volt, megint les, de nem is jut el a labda a világos kék mezes hazai csatárokig. A múlt fordulóban egyébként a Buse hazai pályás peresége a hosszúpályi által talán ez volt a legnagyobb forduló, legnagyobb meglepetése. A Hajdúnánás Ebes meccs ugye 1-1-es döntetlennel zárult, Hajdúdorog Kaba 2-1, Téglás Nagyhegyes 1-0, Deac Hajdúsámson 0-1, no hát azért ez is meglepetés. Polgár Sárét udvari 0-0, Józsa Nyiradony 3-2 és Monostorpályi Derecske 0-0. De mondom, a Józsa nem csak a múlt héten nyert, hanem már az eheti párosítását is abszolválta, 2-0-ra pipálta ki a Hajdúnánás csapatát, ezzel a nánásiaknak megvan az első veresége. Múlt héten ezt még megúszták, most azonban már nem. A Kaba megint kikapott, egy győzelem és 5 vereség a kabaiak mérlege Plókai Mihály, nem hiszem, hogy ennek nagyon örül a kabaiak mestere, és a sárga lapot kap Fehér Gábor, a hosszúpályi kapusa. Még egy mérkőzés volt a tegnapi napon, Sárét udvari Téglás 4-0, erősítendő azt a hiedelmet, hogy a Sárét udvarit otthon, hazai pályán szinte lehetetlen legyőzni. No, hát Puskás Zoltán kap hideget, meleget, a sípmester, mert bemerészelte sárgázni a kapust, Fehér Gábort. Mondom, várható volt, hogy a játékvezető előbb-utóbb megelégeli ezt a sok kritikát, és az előbb azt mondtam, hogy na majd a harmadik szabadrugása sikerül Nagy Zsoltnak, itt a lehetőség, bár ezt inkább érdemes lenne beadni. Van is érkező, de csúnyán fölborították Fehér Gábort, Barabás ment neki, és hát ő is lapot fog ezért kapni, bár azt gondolom, hogy ez inkább csak egyfajta nézőtéri nyomásra fog megszületni. Barabás és sárga lapot kap Barabás Zoltán, a műjeink középső védője. Fehér Gábor pedig jó lenne, hogyha valaki megvizsgálná, mert nagyon csúnyán összeütközött a két játékos. Hozzáteszem, hogy nem lehetett itt szó szándékosságról, egyszerűen próbált Barabás is a labdát megjátszani, hogy próbálta Barabás is a labdát megjátszani, a labdát elérni, és igazából a figyelme fönt volt a játékszeren, így ment neki teli erőből
a kapusnak. Sejem Nándor sétálgat be. Hát, hogyha a gyors elsősegélyen múlna Fehér Gábor egészségi állapota, akkor lehetne aggódni. Mert, mint ahogy az általában megyei pályákon lenni szokott, egy kis vizes palackkal érkezik valaki a kispadról. Ennyi a gyors segély. Folytatódhat a mérkőzés, hiszen már talpon van Fehér Gábor, a hosszúpályi kapusa, kapuvédője. Akkor, amikor a első fél idő derekán járunk, és továbbra sincs gól a hosszúpályi ebes találkozó. No, nézzük ezt a szabadrugást. A hosszú pályi játékosai kisebb fajta kupaktanást ülnek, vagy inkább állnak ott a labda körül, hogy kilője el. Hát azért ahhoz szerintem túl messze van. Bár így, hogy lekészítették, így bizony, hogy jó is volt. Ötös számmal végül Patka József, egy 21 esztendős saját nevelésű játékos lőtte el, ami elkerülte Tömöri kapuját. Az a Lakatos József, a házi gólkirály idei bajnokságban, aki most nincs ott a kezdőben. Ő 4 gólt szerzett, 3 olyan játékosa van Sejem Nándor együttesének, aki 2 gólig jutottak eddig. Nagy Attila, Civere Balázs, illetve szintén cserepadon ülő Szabó Balázs, és hát van 2 egygólos, Nagy Sándor, illetve Olajos Gergő, tehát az eddig szerzett 12 találaton összesen 6 játékos osztozik. Ez azt jelzi, hogy azért nincs egy vagy két ember, akit nagyon oda kell figyelni, bárki betalálhat. De ugyanezt el lehet mondani a mi csapatunkról is, hiszen a mi együttesünkben 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 játékos szerzett már gólt, és hát egyébként is sokkal több gólt jegyezhetünk, mint a házigazdák, hiszen mi 26-szor találtunk be eddig, ami azért nagyon jó. 5 forduló alatt a hosszúpályi csapat pedig 12 gólt szerzett, amin azért lehet javítani. Ha védelmeket hasonlítjuk ilyen módon össze, akkor a mi együttesünk eddig 7 gólt kapott, ami egészen jó, talán ilyen meccsenkénti 1-es átlagnak számít, a hosszúpályi csapata pedig 9. No, hát megvan a bedobás. Átszáll Nagy Milánékon ott a jobb oldalon, úgyhogy Barabásnak kell utolérnie és visszalőni a mezőnybe. Lassan a utolsó negyed órához kezdünk el közelíteni az első játék részben. Gól még továbbra sincs, és hát az a csapat, amelyik gólt szerez, az azt hiszem, hogy nagy lépést fog majd előre tenni a győzelem felé. Jó lenne, hogyha az ebesi KKS együttese lenne ez az alakulat. Azt már megtapasztalhattuk az elmúlt 2 fordulóban, hogy hátrányba kerülvén elég nehéz fölépíteni utána magunkat. Ugye a Berettyói falu ellen sikerült, még 10 emberrel is, még vészkapussal is. A Hajdúnánás ellen
is sikerült tulajdonképpen egyenlíteni, de a győzelmet már nem sikerült begyűjteni. Úgyhogy jó lenne, hogyha ezen a mérkőzésen nem kerülne hátrányba Szabó László együttese, hanem a vezető gólt az Ebes szerezné meg. Megint itt van egy szabadrugás lehetőség, ez megint nagyon messze van a kaputól, de azért Domokos nagyon méregeti, és el is megy a kapuig, Fehérről pattant ki, de aztán nagyon jól rávetődött, és hiába jött ott Nagy Milán, hiába érkezett ott a másik ebesi játékos, ha jól látom, akkor ő Nagy Dávid volt, de nem lehetett a kipattanóra rácsapni, mert ezt a kapus tette meg hamarabb. Lakatoshoz kerül ki a jobb oldalra, itt Borús próbál labdát szerezni, Barabás, Nagy Zsolt hosszú keresztlabdái általában pontosak, ez is mértani pontosságú, Nagy Milán tette szépen tovább, Domokos Imre azonban már nem tudja bentartani ott a jobb oldalon, csak bedobással folytatódhat a mérkőzés, és most kicsit kisütött a nap, reméljük, hogy ez egyfajta jelzés arra, hogy most már jó lenne betalálni Fehér Gábor kapujába. Nagy Milán szépen játszották meg, Nagy Zsolt, elindul Nagy Milán, lövőhelyzet, és bizony jó volt az, de aztán mellette süvöltött el a kapunak, de ahogy megkapta Nagy Zsolttól a labdát, ahogy lövéshez készülődött és ellőtte Nagy Milán, az gyönyörű momentum volt. Elmondhatjuk, hogy most már nem csak Domokosnak volt egy tuti zicsere, hanem neki is. Közben egyébként ott Tömöri Gergő kapuja mögött melegítenek az ebesiek. 2-4-6-7 cserejátékos is gimnasztikázik. Nagy Imre nagyon jól indult el, nem érik utol, megvan neki a tempó előnye, Domokos Imre, ez még így jó lehet, Borús, nem meri Borús meghúzni, pedig meg kellene ígyni bátran, és végül Lakatos lőtte ki előle. Borús dobhat, de inkább megvárja, hogy Barabás Zoltán érkezzen meg, hiszen a nagy hatalmas katapultszerű bedobásokat tőle várhatjuk, és ilyenkor előre jönnek a jól fejelő védők is, például ott van már Szabó Gábor, a szebesiek kapitánya, de nem jut el, mert megint Lakatos fejeli ki. Fehér Gábor a hosszúpályi kapusa meg is dicséri a tízessel játszó hosszúpályi játékost, Lakatos Norbertet. Ennek volt egy kis léthai kitérője, de egyébként hosszúpályi játékos. Megint egy nagy bedobás, Szabó Gábor csúsztatta meg. Egy kicsit protestáltam volna azért a szögletért, de nagyon egyöntetűen jelezte szinte mindenki, hogy kirúgás lesz. És a játékosok véleményeit nem annyira mérvadó, a játékvezető viszont így döntött. Sokkal többször kell találkozni a labdával Fehér Gábornak. Volt is már egy-két nagy védése, de mondom, ezekben a hosszúpályi kontrákban is mindig van veszély, tehát hátul is résen kell lenni és zárni kell, miközben Nagy Dávid kezd el verekedni. A 19-essel játszó védővel akadt össze, Erdei Zoltánnal, aki még szintén fiatalabb játékosnak számít a maga 24 esztendejével, és ő is saját nevelésű játékos. Nagy Zsoltnak ki tudja, hanyadik szabadrugása már. Volt olyan, amit megpróbált rálőni, volt, amit beívelt, most is ez utóbbit választja. Fehér Gábor nagyon jól mozdul ki ezekre, jól él együtt a játékkal. Nagy Attila fordul a túlsó oldalon, aztán a lesvonalról indult el Olajos. Érzésem szerint lehet, hogy nem csak a lesvonal volt ez, hanem egy kicsit előrébb is. Bernát, Szabó Gábor rosszul passzolt ezúttal, figyelni kell, ott középütt, sőt be is csapták. Nagyot kell védenie Tömörinek, de még mindig nem múlt el a veszély, figyelni. Nem tud lövőhelyzetet kicsiholni Nagy Attila, aztán kipaskolta Szabó Gergely. Jön a beadás, ott maradt valaki, szerencsére lesen ragadtott az a játékos, aki befejelte, bár gólt ünnepel egyöntetűen a publikum, de a kettes asszisztens Szegvári Zoltán emelte az ászlaját. Pont azt akartam mondani, hogy még nem menekült meg az ebesi kaput, tehát figyelni a beívelésre, hát be is jött. Ott hagyták az embert,
de szerencséje volt most az ebesi csapatnak. Megint a nagyon aktív Lakatos. Borús viszont labdát szerez, el lehet ezzel indulni. Tibi be kell vinni a 16-oson belőle, még mindig. Van-e érkező? Nagy Zsolt, Nagy Zsolt előtt, visszaveszi, gyönyörű, és fölé men. Nagy Zsoltnak volt egy káprázatos csele, de aztán a lövés már nem sikerült annyira, úgyhogy helyzet itt, helyzet ott, nem unatkoznak a nézők. Az előbb a hosszúpályi csapata rohamozott, most meg a nagyhegyek, most meg a ebesiek természetesen. Nagyhegyest akartam mondani, mert nem is olyan soká a nagyhegyes együttesével fogunk majd játszani. Pontosan két hét múlva játszik egyébként Nagyhegyesen majd az ebesi csapat. A jövő héten egyébként a Hajdú Sámson látogat Ebesre, de hát erről majd még lesz időnk beszélgetni. Most nézzük itt az első félidő hajráját, mert nagyon-nagyon fölpörgette a tempót mindkét csapat. Szabó Gergő rúgta előre Lakatoshoz, Lakatos domokossal küzdött meg a labdáért, de csak előre kerül, csak előre araszol. A hosszú pályi alakulat, sőt Olajos itt a jobb oldalon be is adhatja, bár Barabással kell farkas szemet néznie. Olajos elindul befelé, vannak olyan játékosok, akik följebb zárkóztak, Patka durrantotta rá, és még mindig nincs meg az a labda. Hát az a baj, hogy pattog, szerencsére Puskás játékvezető már lefújta, pedig tört volna cibere a kapura. Hát most mintha rátett volna egy lapáttal a hosszúpályi együttese is. 10 perccel az első félidő vége előtt. Nagyon sok veszélyes pillanatot, parázs pillanatot kellett átélni az ebesi védelemnek is, de hát emlékezünk Nagy Zsolt néhány minutummal ezelőtti kísérletére. Van gólszerzési lehetősége, természetesen az ebesi KKS csapatának is. Ha beindulnak a középpályásaink, az jót jelent. Nagy Imre, Nagy Imre! Hát ez megint csúnya szabálytalanság volt. És hát ez megint megérdemelt volna egy sárga lapot, itt kiabálják az ebesiek. Az ebesi szurkolók, igen, van benne valamiféle igazság, de talán az összes szabadrugás szituáció közül ez tűnik a legkecsegtetőbbnek, amit eddig megítélt a javunkra Puskás Zoltán. Ez, ha pontosan meg akarom határozni, azt mondja, hogy az 9 méter, 20-21,5 méterre van a kaputól. Igen, mert a 11-es ponthoz képest húzzák meg a félkörívet, az ugye 10 yard, tehát valamivel több, mint 9 méter. A 11 meg 9 az 20, tehát onnantól még körülbelül egy jó méterre van leállítva a labda, tehát egy olyan 21-22 méterre jár a szabadrugás. Ez eddig a legnagyobb gólszerzési lehetősége az ebesi KKS csapatának. Főként úgy, hogy ott van Domokos is, Nagy Zsolt is, de megint a sorfalba lövik. Nagy Zsoltnak kettő nem sikerült, most kétszer próbálkozott Domokos, neki sem. Szabó Gábor küldi vissza a feladóhoz Jeligével, Borús megtudja csúsztatni. Nagy Zsolt két emberen átvitte, a harmadik már nem sikerült, Cibere vette el tőle, és fordulhat Olajos is. Olajoson két ebesi lóg. Bedobás a végeredmény. Sokan féltek a mai délutánra az esőtől, azt hiszem, hogy ettől nem kell tartani, attól viszont igen, hogy a hosszúpályi játékosai meglepnek minket egy-egy ilyen gyors kontrával. Eddig vagy szerencséje volt az ebesi csapatnak, vagy jól állt a lábán a védelem, meg a kettő együtt. Igaz, mert emlékezzünk a Les góljára a hosszúpályi csapatnak, az már nem rajtunk múlott, de nem csak szabadrugásokból veszélyeztetett az ebes, hanem Domokos Imrének, illetve Nagy Milánnak volt egy nagyon-nagyon veszélyes zicsere is. És most lehet, hogy megint lesz egy Domokosnak, bár ennek csak bedobása vége. Olajos fordult le megint Szabó Gergőről, aztán elindul nagy léptekkel, Barabás csúszik, most kell figyelni, Szabó Gergely csak utolérte Olajost, még ha csak másodjára. Hajj!
rendületlenül dübög a dob, a hosszúfájú szurkolók, sőt csörgő is van itt, mondom, meg mindenféle zajkeltő hangszerszám, Barabás, talán ő a védelem legjobb embere a mai napon, Szabó Gábornak voltak azért hibái, Nagy Zsolt, jól fordul Nagy Dávid, valahogy át kéne küzdenie magát itt a két emberen, ott maradt egy kicsit a lába Lakatosnak, és Lakatos most már kap egy sárga lapot, Lakatos Norbert, 28 esztendős játékos. 2-1 a sárga lapok aránya, a hosszúpályi kapus a Fehér Gábor, illetve most Lakatos Norbert kapott sárga lapot, mi csapatunkban pedig Barabás, amikor annál a beívelt szabadrugásnál összeütközött fehér kapussal. Nagy Zsolt most visszavette a szabadrugás végrehajtás jogát Domokos Imrétől. Azért öreg, neked sem ment, akkor rugom megint én hátha. Nézzük Nagy Zsoltot. Át a túlsó oldalra jön Nagy Milán, volt ott egy fejes is, de összekoccant két fej. Barabás fejelt össze a kettessel játszó Nagy Sándorral, és Nagy Sándor lent marad. Ezekben az összefejelésekben nagyon csúnyán meg lehet sérülni. Elég annyi hozzá, hogy a tegnapi napon a válogatott védője Vancák Vilmos most például így szenvedett arccsont törést egy svájci bajnokin. És hát ezért van az, hogy a játékvezetőknek utasításba adják, hogy figyeljenek oda ezekre a könyöklésekre, összefejelésekre, próbálják védeni a játékosok testi épségét, hát elég kevés sikerrel, mert nem csak nemzetközi szinten, hanem íme hazai bajnokikon is elég sűrűn látunk ilyen jellegű sérüléseket. Még mindig ápolni kell a hosszúpályi kettes számú játékosát, Nagy Sándort, úgyhogy egy ideig ember hátrányban játszik a házigazda alakulat. 2, 4, 6, 8, 9 mezőnyjátékos van, igen, és a kapus. De akár ezt ki is lehetne használni, nem egy túl sportszerű felhívás a részemről. Na de hát nyilván amíg van remény arra, hogy Nagy Sándor folytathassa, addig nem fog cserélni Sejem Nándor. Hiszen oka nincsen rá, mert teljesen méltó ellenfele az Ebesi KKS-ének a hosszúpályi alakulata. Most is ők támadnak, de csak oda pilinszkált Szabó Gábor, Nagy Zsolt próbál teret nyerni, tehát Cibere Balázsék mellett nem sok remény volt erre, győzött a túlelő, megint Cibere, igaz, hogy hátrafelé tessékeli őt Nagy Imre, Lakatos Norbert, vele borús néz farkas szemet, aztán egy előrevágott, mondhatjuk, hogy vaktában előrevágott labda Horog Ferenc részéről. Ez pedig Tömöri Gergő ölében landol. Említettem, hogy a jövő héten mi a Hajdú Sámson csapatát fogadjuk hazai pályán. 15 órától kezdődik majd az a mérkőzés, aki hallja, adja át. Nagy Imre. Lakatos Norbert ért oda, Nagy Milánnak van baja, hiszen két ember között kellene valahogy ott kikaparni a gesztenyét, de fiatal, tehetséges játékosunk, és hát nagyon labda biztos kis futballistáról van szó, Nagy Milán személyébe. Azt hiszem, hogy szorult helyzetében a maximumot elérte, mert egy szabadrugást kiharcolt. Nekem a mozgása egy kicsit Rudolf Gergőre emlékeztet, ahogy szlalomozik ott a lábak között ügyesen, úgyhogy reméljük, hogy még sok sikert és örömet fog okozni az ebesi szurkolóknak. 18 esztendős játékos. Itt a rövid saroknál van-e érkező? Van, de hosszú pályi láb volt. Kicsit elégedetlenkedik Patka József, de a túlsó oldali asszisztens egyértelműen Kövér Tamás egyértelműen mutatta, hogy szöglet jár, mégpedig len az ebesiek javára, akkor, amikor lassan letelik az első félidőre szánt penzum, olyannyira, hogy véget is vett az első félidőnek Puskás Zoltán. Gól nincs, rengeteg helyzet, nem csak az ebesiek előtt, hanem a hosszúpályiak előtt is, úgyhogy egy igazán küzdelmes, kiélezett csatát látunk, hogy aztán a második félidőben kinek jön ki jobban a lépés, és ki tudja megnyerni a meccset, az kiderül. Minden esetre maradjanak velünk, és szurkoljanak az ebesi KKS-ének.